néhányszor megjelenik. Sárospatakon tartott fogadó napot az Egyenlő Bánásmód Hatóság Varsadabói-Zemplén megyei referense. Az esélyegyenlőségi fogadó napra magánszemélyek és civil szervezetek is érkeztek. Hál' Istennek nagyon pozitív élményeket szereztem itt Sárospatakon. Nagyon aktívak voltak az ügyfelek, az egész eddigi időt kitöltötték, tehát folyamatos volt az ügyfélfogadás, ami sajnos nem mondható el a minden kis térségről, ahol eddig egy év során látogatást tettem. Sárospatakon tavaly is és most is elég nagy volt az ügyfélforgalom. Az ügyvédnő konkrétumok nélkül beszélt arról, hogy milyen jellegű ügyekkel, esetekkel keresték meg Sárospatakon. Diszkriminációs problémákkal kerestek meg, hogy például nehezen megközelíthetőek bizonyos épületek, intézmények, fogyatékkal élők számára ez kifejezetten nagy probléma. Ilyenkor mit lehet csinálni? Aztán, hogy bizonyos törvények diszkriminatív rendelkezést tartalmaznak fogyatékkal élőkkel szemben. A törvények esetében nincs hatásköre az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak. Más esetekben viszont eljárhat, amennyiben minden dokumentum a rendelkezésükre áll. Rendelkezik azzal a védett tulajdonsággal, amit a törvény védeni rendel, és úgy néz ki, hogy ténylegesen történt, meg is történt az elmondás alapján, akkor kitölthetünk egy panasz bejelentőt, ami azt jelenti, hogy egy közigazgatási eljárás elindul. Ezen eljárásokat a hatóság vizsgálja Budapesten, majd onnan a bíróságra kerülnek az ügyek. A helyi és kistérségi mozgássérült egyesület tagjainak is nagy segítség a hatóság fogadó napja, nekik is sokszor van szükség segítségre. Legtöbb probléma és a legtöbb ügy ugye általában a parkoló cégekkel, a parkoló társaságokkal szembe indult el, a részben a mi részünkről, és emellett azért vannak más olyan ügyek is, ami esetleg részben hivatallal szembei ügy, tehát, de az, hogy ez mennyire ügy, ezt én nem tudom igazán megítélni, vagy egyáltalán mennyire kezelhető, vagy mennyire jogos ez a sérelem, ez úgy gondolom, hogy a hatóságnak a kivizsgálása szükséges ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság évente egy kihelyezett fogadónapot tart kistérségenként. Legközelebb Cigányra várják az ügyfeleket.